Megyünk tovább akkor itt a millásegésben a fapadossal. Nem a fapadossal, nem. Nem, ja. Nem. Hát a Balázs macskarovatára érkezett címötletek. Hát szerintem mindent visznek, tehát majd... Igen, egy kalapba ránk öntötte egy kedves hallgató, a Csárt Kandúr, Nyávogede, Kacorcerti, Círmos Bukó, Macskamat. És a gedeket valamiért, meg gedeket, az olyan kézenfekvőnek tűnik, többen megírták. A gedeket? Igen, gedeket. De ez jó, nem, ez jó az. Igen. Safranek, Ketsziti, minden van. Jó. Na, hát... Ezt már nem tudod kikerülni. Nem, valamit itt kezdeni kell a cicákkal. Na, viszont nagyon sok a kérdés. Azt mondja, hogy Jordániában mikor érdemes jegyet venni például. Hát attól függ, mikor ér az igen, utazás. Igen, sajnos ez. De tételezzük fel, hogy vegyük meg jól, és majd akkor megy. Mert ugye kevés az infónk, tehát... Hogyha délre akarunk menni a Akabába télen például, tehát mondjuk szóval idén télen, miután Eilat kiesett, mert Izraelben nagyon nagy volt a zárlat, és a folyamatos Covid hullámok miatt nagy szigor volt, lényegében megszűnt a turizmus, nem lehetett beutazni egyáltalán most már 2 évig. Az olyan februári mulatság, ugye? Igen. Úgy egész térre átvette Dél-Jordánia azt a szerepet, hogy fillérekért 30 fokba nyárba utazni. Aha. Mert igazából nagyon nem lehet, mert oké, a Kanári-szigetek nagyon népszerű, de az csak azért a 20-22 fok. Az tavasz. Azért erős tavasz, hogyha éppen tudod, napozol a medence partján, de jön egy felhő, már fázol. Aha. Vagy ja, az a típus, ami addig van jó világ, amíg süt a nap. Vagy a hasad meleg, de az oldalad már fázik, megvan ez az érzés, nem? Tehát a Kanári-szigetek az ennyit tud. Igen, tehát igen. Nagyon szuper, de hogy azért megvannak a határai, aki tényleg az igazi melegre vágyik, meg hogy a tengerbe belegázol, az is meleg. Aha. Hát erre volt jó Eilat kiváló, mert az elmúlt előző években, Covid előtt irgalmatlan pénzeket raktak bele, rengeteg járat volt Budapestről is, ez kiesett, és erre rástartoltak Jordániában, és például Akabába ezért is indult járat, és ezért volt nagyon népszerű idén télen. Tehát, hogyha ez a kérdés, akkor valószínűleg azért az még valamikor a ősznek az eleje lesz jó. De például Ammanba egész éves a járat, tehát oda lehet repülni most is. De ott viszont nem néztem meg most az árakat. De volt, amikor utoljára láttam, akkor voltak ilyen 10-15 ezer forint környékén viszonylag jó árban is. Tehát, hogyha ez mondjuk a szeptember, október, hát gondolom azért nem megfőni megy a kedves... Aha. hallgató, tehát az én nyáron nincs nagyon sok értelme, tehát inkább szeptember-októbertől érdemes, akkor viszont én még várnék vele egy picit, a Ryanair is azért eléggé last minute-ben áraz, illetve akkor érdemes figyelni, és amikor hirtelen leesik, amikor pár hétig, napig nincs foglalás, akkor megvenni szerintem. Szeptember elején diákként utaznánk Párizsba, mikor érdemes megvenni a jegyeket? Párizs egyébként a legnehezebb lett. Tényleg? Volt egy kivis felmérés, amit most jelentettek be, az nyilván csak az ő oldalukat, vagy az ő rajtuk keresztüli foglalásokat méri, hogy Párizs a legnépszerűbb célállomások között volt. Látom, hogy bődületesen fölment. A márciusra én még szemezgettem, hogy még a vasárnapi 10 eurós hazautakot nézegettem januárba, most meg ez a 20-30 ezres szinte minden nap alig van 10 alatt, egy nagyon-nagyon drága lett Párizs, úgyhogy a Wizzair már naponta repüli, pedig még tavasszal messze, nem erről volt szó. Van EasyJet is, van Ryanair is, mondjuk Ryanairről tudni kell, az majdnem plusz 20 euró és plusz 3,5 óra, mire onnan a halálreptérről bejutsz, illetve kimész, ezt érdemes tudni. Szeptember a Párizs. Nagyon nehéz. Hát valószínűleg a mostaninál még a szeptember lesz olcsóbb. Meg amikor a szeptemberig eljut, amikor ezek a szokásos 20%-os akciózások eljutnak odáig. A születésnapjukat meg néhány kivételes alkalmat leszámít, aminek a következő 1-2 hónapra érvényesek ezek a leárazások. Majd most is éppen július végéig. A következő majd augusztusig lesz, aztán majd szépen belerakják az őszt. Úgyhogy amikor picit csökken, plusz meg rájön ez a 20%-os akció, akkor lesz valószínűleg a legjobb. De hát szerintem az most tényleg annyira felrobbant a turizmus, meg annyira jól mennek, hogy szerintem örülünk, hogyha 10-15 között el tudjuk csípni. Azért
Az EasyJetnél teljesen más az árazás, és lehet menni EasyJettel is. Náluk viszont már most is vannak ilyen 40-50 eurósok. Tehát, hogyha nem akarunk ezen már sokat szórakozni, és pont a mi környékünkre, vagy vagyunk annyira rugalmasak, hogy azon belül tudunk variálni, és nem pont a hétvégére megyünk, akkor az Easynél például a szeptember, az már az most olcsóbb, mint a Wizzairnél. Később nyilván a Wizzairrel lesz olcsóbb menni összességében, átlagárba is a Wizzair jóval alacsonyabb, de hogyha előre foglalunk sok-sok hónapra, akkor az EasyJet, mert az nem árazza föl a távolit irreálisan, mint a Wizzair, akkor az szóba jöhet, hogy érdemes azoknál a céloknál, ahova mind a kettő repül, vagy ahova egyáltalán az EasyJet repül, azt is megnéz, tehát Amsterdam, Párizs, Bázel, ezeknél. Nos, illetve, bocsánat, Amsterdamban nem a Wizzair repül, Eindhovenben repül, de hogyha Hollandiában igen, megyünk. Igen, van egy, megint egy olyan kérdés, amit szerintem gyorsan le tudunk, szerintetek most érdemes Mexikóba repülni? Az, ugye? Nem tudom, se a korlátozásokat nem tudom, se az, hogy milyen a helyzet, milyen a beutazási szabályok, ezeket sajnos. Viszont ez egy neked való, hogy Budapest Bournemouth, hogyha jól mondom, augusztus eleje közepe, mikor érdemes megvenni. Az a reptér, ami nekem tiltó listán van, mert ott szivattak meg. Igen, ott szivattak meg életemben egyszer, de nagyon-nagyon durván és aljas módon nem engedtek beszállni. Figyelj, úgy, az döbbenet. Négyen voltunk, az első átment, a másodiknak azt mondták, hogy hát sajnos 29 perc, 59 másodpercnél vagytok itt, nem 30 percnél, úgyhogy a csapat fele átmehet, a csapat fele nem mehet át. De hát ez a... ez a Richter-Gedeon részvényjegyzés eset. 1994. Úgyhogy én oda be nem teszem a lábam, a földi kiszolgálót, nem tudom, valószínűleg ott nem voltunk szimpatikusak, hogy lehet, hogy túlságosan jó hangulatban fogyasztottuk el a szekó előtti utolsó csöppeket a folyadékainkból, nem tudom, lehet, hogy ez volt ott a gond. A gép késett egy órát, tehát mindenki ott ült még, tehát szintiszta nettó aljas szivatásról volt szó, semmi egyébről, úgyhogy arra én többet nem járok. De a lényeg az, hogy most heti kettővel egy Ryanair repül oda Budapestről, elsősorban a munkásjárat, de turistáknak azért ajánlom, mert ha valaki Stonehenge-et akarja megnézni, akkor célszerű ott kezdeni, és utána bemenni Londonba, aztán hazafele meg Londonból lehet bárhogy jönni. Úgy emlékszem, hogy reggel is megy járat. Na de hogy a kérdésre kerüljem ki, hát az augusztus az már most billeg és ugrál össze-vissza. Ha jól tudom, Bournemouth-nak mondják, de nem 100%. Már most többször olcsóbb, mint London, mert kevesen ismerik, hogy ez indult. Bocs, a házitról annyit írt, már is szimpatikus a reptér. Kiszúrták az ácsot. Abba biztos voltam. Na... Nem tudom, augusztus már az a pattog össze-vissza, ha éppen nincsenek csoportok, tehát ritkák a nagy kilengések. Ugye a nyári nyaralójáratoknál irgalmatlan ugrások vannak, hogyha befoglalnak egy stokkot a utazási irodák például. Tehát ott van, amikor, vagy vannak lemondások, és van, amikor leesik hirtelen. Most például a héten Krétára is megjelent 8000 forintos a 40 000-esek között az egyik járat, tehát teljesen véletlenül augusztusra. Tehát ilyenek is időnként vannak. Ott nincsen az nagy rész ugye vendégmunkás járat, és ha néhány, ott nincsen igazából tippem, ott érdemes még kicsit kivárni és figyelgetni, és nézni a trendeket. Akkor még nem mennek vissza nagy tömegben Angliába, itt még a turista forgalom nem jellemző, úgyhogy valószínűleg egy kicsivel lejjebb fog menni a mostaninál, de ez csak megérzés. Hát akkor ennyi, mert jött egy Cabo Santo, de az hiszem megint látókörön kívül van talán. Azt nézem, nehogy beragadjunk valamivel. Hát én remélem, hogy mindent megkérdeztem. Ulaanbaatar volt, várjál, csak most jön... Én meg hova tettem, amit én... Hát én meg nem tudom, mit akartam én elmondani. Nem baj, majd el... Akkor felhívom a figyelmet arra, hogy az Okosutas magazinban jövő héten megpróbálunk egy komplett nagy képet adni a nyári utazásokról. Várjál, egy percben lehetőleg. Sziasztok, párommal szeptemberben szeretnénk Barcelonába repülni. Van tipp, mert hogy mikor érdemes jegyet venni, jelenleg brutál drágának tűnik, hogy elmenjünk egyet hosszú étvégézni. Az is marad. Az is marad? Akkor tessék zsebben nyúlni. Nem tudom. Tessék olvasni az Okosutast. Igen, az egy hasznos tanács. Már csak azért is, mert éppen pár hete volt Error Fair Barcelonába, és volt 10 eurós egy szeptemberben Barcelonába, meg is írtuk. De az Error Fair ugye órákig tart. Igen, de az már nyilván elfogyott azóta, csak hogy amikor ezt erről
kaptunk infót, meg lecsekkoltuk, meg kipróbáltuk, akkor gyorsan meg is osztottuk, és ez működik. Valamiért a csütörtöki járatra benfelejtették. Tudod, 20 000, 20 000, 30 000, 3 000, 20 000, tehát látszott, hogy nem volt szándékos, hanem valószínűleg valami módosítás volt, és rosszul maradt benne az ár. Tehát ilyen időnként előfordul. Barcelona mindig is drága volt, még szeptemberben is nagyon-nagyon népszerű. Hát nem tudom, azért 20-25 a reális ár, és ritkán szokott lejjebb jönni. Mondom, ezekben az akciókban, amikor bejönnek a... Aha, a, akkor érdemes ránézni. Ezek a 20%-os leárazások. Meg azért a Ryanair-nél is csapunk, úgyhogy ez a ránézős. Igen, igen, igen. Következő hónapokban érdemes 2-3 naponta csak egy pillanatra oda nézni, és biztos, hogy lesznek olyan napok, amikor... Hát ha ragaszkodunk a hétvégéhez, akkor zsebbe kell nyúlni, ott nem lesz csoda szerintem. Egy gyors jóváírást kapott a vízre a kedves hallgató, június 20 lejárata, mi történik, hogyha nem vesz belőle új jegyet, elveszíti? Erre pont múlt héten válaszoltam szerintem. Igen? Igen, tehát... Akkor vissza kéne hallgatni a múlt hét a villásreggeli.hu-n, mert hogy elfogyott az időnk, igen, igen. A hallgatónak ezt javasolja. De egyébként mondom, a nagy okos utas körképbe ez is benne lesz. Idén-nyáron nagyon drága minden. Mi az, ami olcsó? Igen, ami jövő adásba, és visszahallgatható az okosutas.hu. Igen, azt kimondottan tervezzük, hogy egy átfogó képet az idei nyár okosságairól egybe összefoglalunk, úgyhogy ezt már érdemes lesz hallgatni szerintem. Ennyi volt, nagyon köszönjük a figyelmet, elpályázunk mindenkinek nagyon jó pihenést a hétvégére. Most Schmidt-Andi hírei jönnek, azután zene, jazzy lexikon, programok, ott a 90.9 jazzin és egy gyönyörű szép napsütéses nap elé nézünk, legalábbis egy darabig. Úgyhogy mindenkinek szép napot, jó hétvégét, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.